Báránysült, hogy te is elkészítetted otthon, egyszerűen, nagyszerűen. Az alapanyagokat megtaláljátok a leírásban. Első lépésként kiválasztjuk a minőségi alapanyagot, amit megtalálhatsz a Petri boltokban. Előkészítjük, megpucoljuk, hasábokra vágjuk a zöldségeket. A kiválasztott bárány előtt megtisztítjuk, bepácoljuk sóval, borssal és fokhagymával megtüzdőjük. Belehelyezzük egy tepsibe, 100 ml olaj, meglocsoljuk, körbeágyazzuk az előkészített zöldségekkel, egy félbevágott fokhagymát is odahelyezünk a tepsiben, elhelyezzük a rozmarin ágakat. Mielőtt sütőbe helyezzünk, öntünk a tepsibe 200 ml vizet. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Mikor elértük a kívánt hőmérsékletet, belehelyezzük a tepsit a sütőbe. Kb. Másfél óra, két óra egy alumínium fóliával letakarva, hogy a hús kellőképpen megpuhuljon. Ha kellőképpen megpuhult a húsunk, eltávolítjuk az alumínium fóliát és ropogósra sütjük. Amíg a bárányhús a sütőben készül, egy nagyszerű és könnyed gremolátát készítünk, amivel utólag meglocsoljuk a bárányssültet. A gremolátá receptet megtaláljátok a leírásban. Ha elkészült a bárányssült, akkor nincs más hátra, mint a tálalás. Jó étvágyat kívánok!